Még az ünnepek előtt Kanovics Gábor meghívására városunkba látogatott a világhírű fotós Szipál Márton. Szipál a legnagyobb hollywoodi sztárokat fotózta több mint 40 évig. A világ legjobb 10 fotográfusa között tartják számon. Divatfotói bejárták a földkerekséget. 85 évesen még mindig aktív. 4 egyetemen oktat. Egy imádnivaló különc. Szipál Márton nem akart fotóművész lenni, jobb hián választotta ezt a szakmát. Volt kitől tanulnia, hiszen édesapja Münchenben végzett, a császári és a királyi udvar fényképésze volt. A szakmát tőle leste el. Be se jött az üzletembe egy évig, mert én mikor nekem magyarázott, hátat fordítottam, és ott hagytam. Hát ez kérdezem, milyen mérges lehetett rám. És egy évig be se jött, és egy évben bejött, és meglátta a képémet, és hát őrült, hol tanultad ezt? De hülye tőled! Gyerekkorom óta beszélgetett az alkalmazottakkal minden, és mind, az apám aranyosan mindenkinek mindent megmagyarázott. Minden, és mindenki mondta, te hülye konkurenciát csinálsz magad ellen. Te nézz ide, aki jó, aki lát, annak nem kell magyarázni, az jobb lesz, mint bárki. Aki meg nem lát, szétverheted a fejét, akkor sem fogja megtanulni. 56-ban Amerikába ment. Hollywoodi műterme ajtaján nemes egyszerűséggel csak a Martin felirat díszelgett. 40 évig nem csak a filmsztárok és sztárjelöltek fotósa volt, hanem ismert tárgy- és divatfényképész is. Minden fotót megtervezett és pontosan beállított. Egy harmada a fényképészetnek a lámpa, a masina, meg ez. A kétharmada, hogy te milyen direktor vagy, milyen rendező vagy. Mert nem az a fontos, hogy milyen a hajad, hogy te hogy nézel ki azon a képen, hogy néz az illetőre, aki megnézi a képet. Hát én legtöbb színészeknek dolgoztam, hogy magukat adták el. Amikor a casting direktor megnézte a képet, hogy az a nő ránézett. Az a nő nem úgy nézett rá, hogy most akarok rádugrani, apukám, az nem volt egy jó kép. De aki fotogén, arról nem lehet jobb képet csinálni. De viszont aki nem fotogén, annak olyan az arca, mint egy nem tökéletes kocka. Egyik volt egy centivel rövidebb, a másik volt egy centivel hosszabb, torsz kocka. De adok neked egy torsz kockát. Tudod addig forgatni, hogy hova? Ez tökéletesek, néz ki! Ezért akinek nincs fényképarca, azokról lehet jobb képet csinálni. Egy milliméter számít, igaz? Ezért van az, hogy beállítod magad, és azért megpróbálod, hogy kicsit arra viszed jobb-e. Csak kicsit arra viszed, abban pillanatban visszaveszed, mert nem tetszik, igaz? Bár nem volt egyszerű megszokni az új hazát, Amerikában mindenben támogatták őt, és ő élvezte a nyüzsgő életet, partikat. Az Amerika felső osztálya, az fölnéz a magyarokra, nem úgy, mint az európaiak. Mert tudják, hogy mennyi föltalálás, óriási dolgokat a magyarok hoztak be. Itt Magyarországon meg kellett, ki csinálta a golyóstollat, vagy ki csinálta a hábombát, vagy senki nem tudja, ott mindenki tudja. Én nagyon büszke voltam, hogy magyar voltam, van, aki azt mondta, hogy francia, meg román, szégyelte, hogy magyar. Hát ez primitívség és tudatlanság. Szipál Márton műtermében ismert hollywoodi színészek fordultak meg, akikkel a jó fotó érdekében nagyon szigorú volt. Ha nem csináltam meg azt, amit én mondom, akkor nem csináltam meg a képet. És én mindenkinek elmagyaráztam mindent, hogy miért kérem. Hogy erre görbül az óra. Most néznek, hogy innen már rövidebb az orrom, innen hosszabb. Így elmagyaráztam nekik mindent. Egy színész egyszer bejött hozzám. Úgy letolt. Mondom, mi bajod van? És képzeld el, hogy New Yorkban vagyok, odaadom a képedet két casting direktornak, ránéznek, ó, azt mondja, Martin Hollywood, és rólad beszéltek 10 percig, rám se néztek. Hát mondom, örülj neki, hogy egy nagyon jó képet kaptál. Márton igyekszik tudását átadni a fiatal generációnak, de szerinte van, amit nem lehet megtanítani. Vizuális emberből sokkal kevesebb van, mint az auditívből. Javarész az embereknek egy fals fütyülésre észreveszi, egy fals. De nem lát úgy dolgokat, ahogy kéne. Azt nem is nagyon lehet megtanítani. Szerintem az a művész, aki a világ matematikáját geometriában látja, a matematika nem vizuális. Na most, ezt a matematikát meglátod geometriába, abban a pillanatban kijönnek a körök, háromszögek, négyszögek, ötszögek, ez tulajdonképpen ez is matematika, és az egész világ így van fölépítve matematikából. Csak azt nem látjuk. De ha látjuk, akkor mi művészek vagyunk.